Sokan töltötték a szabadban a hosszú hétvégét, voltak, akik még kihasználták a lehetőséget, és utoljára csúsztak egyet a havas lejtőkön. Voltam itt már sokszor, de március 15-én még nem voltam. Nagyon jó itt itthon lenni, itthon síelni. Sokan mennek ilyenkor külföldre, de mi most megmutatjuk, hogy itthon is lehet síelni március 15-én. A Mátra-Szent Istváni síparkban a nemzeti ünnep alkalmából kokárdás síelésre és lesiklóversenyre is várták a vendégeket, akik a hüttében pihenhették ki a havas izgalmakat. Rengeteg magyaros étellel készültünk, hát mi mással ilyenkor a hüttében, de természetesen a megszokott ételeink, mint például a strapacska is kapható lesz, vagy a gőzgombóc. Ezen felül pedig magyaros zenék szólnak, olyanok, amiket ritkán hallani itthon, úgyhogy ez is a kínálat része. Az idei szezon vasárnap véget ért, az elmúlt 85 napban mintegy 50 ezeren keresték fel a síparkot, és ez alatt az idő alatt több mint 5500-an tanultak meg síelni a helyi sísuliban. A hó ugyan hamarosan elolvad, de ezt követően is működik majd a négyüléses felvonó, amelyről pazar kilátás várja a kirándulókat.